Mi a kedvenc fókusztávod? Eddig én azt mondtam volna, hogy a 24 és a 85 mm, de a Samyang 50-1.4-es objektíve nagyon hamar az egyik kedvencemmé vált és a leggyakrabban használt objektívvé. Miért? Mindjárt el is mondom, ugyanúgy, ahogy azt is, hogy milyen funkciói, tulajdonságai vannak, mennyibe kerül, és bemutatok néhány képet is, szóval mindenféleképpen nézd meg a videót a végéig, de előtte jöjjön az intro. Ma az új kedvenc fix objektívemről beszélünk, a Samyang 50 mm-es 1.4-es autofókuszos objektívről. Ahogy mondtam, szépen lassan az egyik kedvencemmé vált, és azt vettem észre, hogy egyre többször ezt a lencsét, ezt az objektívet választom másokkal szemben, és mindenféle különböző szenárióban is. Mielőtt használtam ezt a lencsét, és kipróbálhattam volna, úgy voltam vele, hogy nekem megvan a 24-70, ez lefedi ezt, de hát az 1.4-es blende az óriási változást ad, és hát az a bokeh, amit ez tud produkálni, imádom. Ja, és ez az objektív olyan, hogy tudjuk magát, a blendét állítani, hogyha tekerjük rajta az objektíven is tudjuk ezt állítani. Teljesen ideális, hogyha természetet, várost, vagy akár termékeket is szeretnénk fotózni, vagy videózni. Egyszerűen például, hogyha termékvideózásról van szó, általában mindig ezt a lencsét használom, az ára pedig 250 ezer forint, ami a Sonyhoz viszonyítva tényleg nagyon megéri. Talán az egyetlen negatívum, és ezt a negatívumot úgy mondom, hogy nyilván mindent is szeretnénk egybe, miért ne, az a minimum fókuszálási távolsága, ami 45 cm. Szóval, hogyha szereted a makrót, vagy szeretnél közel menni, akkor egy olyan objektív, mint a Sony 90 mm-es 2.8-as makró, lehet, hogy jobb számodra, de ugyanúgy két teljes stoppot így elveszítesz az 1.4 és a 2.8-hoz képest. Ez ilyen, nem tudom, almát narancshoz összehasonlítás. Tényleg, ez csak is rajtad múlik, hogy mire használod, és a nap végén valamilyen áldozatot valamelyik kezünkbe bele kell haratnunk. De te melyiket használnád? Melyiket áldoznád fel? Beszélgessünk erről egy kicsit a kommentbe a like-on balatt, amit amúgy benyomhatnál, hogyha tetszik a videó, hogy neked mik a preferenciáid egy ilyen prime lencsével. Kifelejtettem valamit? Ó, igen, hát a képminőség és autofókusz teszt, meg a Creamy B-ról is. Mivel nincsen ehhez ND-szűröm, ezért 1/4000-re mölkezett, lehet, hogy ilyen nagyon jittery az egész. Nézzük meg, hogy milyen a fókusztesztje. És most vissza, amúgy segítek simán, mert hogyha nem segítenék neki, hogy ezt benyomom, akkor nagyon-nagyon lassan jön rá. És miután elment Giuseppe, rám is ilyen gyorsasággal megy, nézzük meg a futást, és így milyen a fókusz, elkenés, mennyire tartja. Talán itt valahol befókuszál rám. Azt tudnod kell, hogy a legjobb tudásom szerint igyekeztem bemutatni és gyorsan rátérni a lényegre ezekkel a Samyang lencsékkel, objektívekkel, úgyhogy ha érdekelnek a többi objektívek, akkor mindenféleképpen nézd meg ezeket a videókat, illetve menjél az összehasonlító videóra, mert ott lesz az összes képminőségteszt, az autofókuszteszt, és Olaszországban készítettem egy nagyon jó B-rollt. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor lájkold, kérlek iratkozzál fel, és a kis csengőt is nyomd be. Rengeteg izgalmas tartalmam jön, nem csak ilyen bemutatókkal és review-kkal, hanem konkrét produkciókra is elviszlek magammal, ahol megmutatom a végeredményt és hogy azt hogy hoztam létre. Találkozzunk egy következő videóban, például ezekben. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!